Hézagos a polc ebben a nyíregyházi patikában, csak úgy, mint országszerte. De amint az jól látható, nem drámai mértékű gyógyszerhiányról van szó, csupán néhány megfázásos tünet enyhítését szolgáló készítményről. Nagy Zsombor gyógyszerész azt mondta, gyógyszerhiány mindig is volt, de ezek csak átmeneti állapotok, és a lakosság ellátása eddig sem volt, és most sincs veszélyben. Gyógyszerhiány, illetve hiánycikkek mindig is voltak. Tehát egyes gyártóknál bármikor jelentkezhetett alapanyag probléma, vagy különböző minőségi hibák miatt visszavonás, tehát ez önmagában nem meglepő. Az elmúlt fél évben valóban több termék hiánycikké vált, de ezeket minden esetben lehetett, illetve az esetek többségében lehetett helyettesítő termékekkel kiváltani, tehát a betegek ellátása igazából nem került veszélybe, csak abban az esetben, hogyha valaki ragaszkodott egy bizonyos termékhez, és nem fogadott el semmi mást helyette. A gyógyszerész úgy véli, abban az esetben indokolt lehet a márkahűség, ha a beteg már kipróbált többféle készítményt, és azt tapasztalta, hogy csak egy bizonyos készítmény képes enyhíteni a panaszát. De alapvetően nem a márka, hanem a hatóanyag felelős a gyógyulásért. Ennek ellenére vannak, akik csak egy bizonyos készítményre esküsznek, és igyekeznek belőle a szükségesnél nagyobb mértékben betárazni. A gyógyszerész úgy véli, emiatt vannak olyan termékek, amelyek az év elején nehezebben beszerezhetők. Ha valamelyik termék elérhető, akkor vényköteles termékeknél is igyekeznek akár a három havit kiváltani, amivel ugye a saját ellátásuk biztosított, de mondjuk egy-egy esetben ez a következő vásárlónál problémát jelenthet, illetve a megfázásos termékeknél az, hogyha végre kapható, azért sok mindenki örömmel tölt el, és igyekeznek a hozzátartozókat is ellátni, és ilyenkor gyakran előfordul, hogy nem egy dobozzal vesznek, hanem két-hárommal, és mivel a beszállítás még nagyon limitált, ezért sokkal hamarabb elfogynak ezek. Nagy Zsombor azt tapasztalja, hogy a gyógyszertárban egyre kevesebben keresik a homeopátiás készítményeket, ugyanakkor egyre nagyobb az érdeklődés a megfázás tüneteit enyhítő por alapú gyógyszerek iránt. Az elmúlt években a homeopátiás készítmények iránti kereslet nagy mértékben csökkent, legalábbis én a gyógyszertárban ezt tapasztalom. Vannak, akik ugyanúgy ragaszkodnak hozzá, természetesen ugyanúgy elérhetők ezek a készítmények, de szerintem sokkal ritkábban nyúlnak hozzá. Akinél bevált, ők ugyanúgy használják. A másik részéről pedig a megfázásos termékek az elmúlt időszakban valóban kisebb mértékben állnak rendelkezésre, nagyon sok hiánycikk van, de itt fontos megjegyezni, hogy folyamatosan érkeznek termékek, illetve vannak olyan helyettesítő termékek, amikkel ugyanezt a hatást ki lehet váltani, csak lehet, hogy nem egy forró italpor, hanem egy tablettát kell bevenni, hiszen ezek jó részt valamilyen fájdalom, gyulladás csökkentőt tartalmaznak, egy kis C-vitamin, és hát mondjuk folyadékpótlással ugyanúgy el lehet érni ezeket az eredményeket. A gyógyszerárakat érintő inflációról a gyógyszerész azt mondta, nagyon sok gyártó nem emelt árat a múlt évben, így idén emelkedni fognak az árak, ami egy 10-15%-os drágulást jelenthet.